Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket a városból, más településekből, más gyülekezetekből. Külön szeretettel köszöntöm a Pest Szent Erzsébet, a gyülekezet énekkarát, zenészeit, akik a mai napot közöttünk töltötték, vállalták ezt az áldozatot, hogy leutaznak ide Dél-Magyarországra. Fölvállalták azt a rizikot, hogy talán nyakukba kapják a esőt, de ezt elkerültük. És készültek azzal arra, hogy áldásos és gazdag délután biztosítsanak szolgálatok által a számunkra. Külön szeretettel köszöntöm dr. Almási Mihály lelkipásztor testvért és kedves feleségét is. Délutáni Isten tisztelet keretén belül elhangzó egyházzenei hangversenyünket imádsággal kezdjük meg. Kérem, hogy bekezdetek. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te szereteted boldogít. Köszönjük neked, hogy a te megújító kegyelmed miatt lehet mi életünk, és lehet öröm a szívünkben, és lehetnek ilyen kedves találkozásaink egymással, testvéri találkozók, mint ez a mai nap is. És azt is köszönjük, hogy ami szép és ami kellemes, annak is te vagy a forrása a szép zenének, éppen úgy, mint a szép gondolatoknak. Segítsünk, hogy a mai délután, miközben élvezzük a hangok szépségét, képesek legyünk rácsodálkozni a te kegyelmed és szereteted nagyságára és szépségére is. Amen. Foglaljon helyet, hogy lelkezet. Tehát szeretettel köszöntöm dr. Almási Mihály lelkipásztor testvért, és szeretném is átadni neki a szót. Én is köszöntök mindenkit. Ezen a mai délutáni hangversenyre alapvető konferálásra nincs szükség, hisz mindjárt találjuk a programot a padokban, és tudjuk követni az eseményeket. Ahogy ez látszik, néhány dolgokban énekesek, zenészek és egyéb prózai szolgálatban következik. Örülünk annak, hogy itt lehetünk Kiskunhalason. Hát amikor én nem tudok a sokét majd elmondani, külön is szeretnék egy pár szóval mondani, mert is örülünk ennek igazán. Haduljon az énekkar szolgálatában ez a mai délutáni hangverseny. Thank you.
Thank you.
Thank you.
gyülekezet, kedves hallgatóság! A most következő percekben szeretnénk a gyülekezetet is bevonni ebbe a hangversenybe, mint ahogy azt néhány száz évvel ezelőtti protestáns gyakorlatban is jelent van, ugyanis Bach idejében, mint tudjuk, a Passió gyülekezet korála részét nem az az előadók, hanem a gyülekezet is énekelte. Most pedig az az ének fog következni, amit eredetileg Franz Schubert zeneszerző írt, Sanctus, Szent az Isten címmel. Ez a gyülekezet énekes könyvünk 23-as éneke, és ez ki is van osztva a padokban. Na most egy kicsit, hogy ne legyen olyan túl egyszerű a dolog, az énekkar elé énekel egy bizonyos bevezető szakaszt, az ének elhangzása, vagy a gyülekezet belépése előtt, és a karvezető intésére pedig a jelenlévők is elkezdi ezt az éneket, Szent az Isten. És visszaismételünk oda, hogy végtelen nagy Isten, kérem majd ekkor is a karvezetőre figyelni, és még utána néhány szakusos zárvét is következik. Az előbb utaltam erre a bizonyos Bachi hagyományokra, picit hadd szaladjak előre, ma este 20:45-kor a Pax révén, éppen a néhány héttel ezelőtti Váci Baptista templomban történt előadás felvételét láthatjuk. Esetleg, ha valakit érdekli, hadd ajánljam szeretettel figyelmébe. Most pedig akkor hangozik el Schubert Szent az Isten felvételére. Thank you.
Az élet gondjai sokszor nagyra mennek. A te hónap én hordozom, de sose feled el. Isten szeme néz rád szeretettel tolakodva. Nyomorúságra születik az ember. A próbák útja ez a földi út, de él az Isten, és nem hány magunkra. A küzdésben segítünk az együtt. Fáradt lehetsz, és lankadod sokszor. De elhagyott, nem lehetsz soha. Csak azt szánni való, akinek nincsen hite, nincsen bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit, s az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, akinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember. Ez megoldott múltat, megoldja a jelent, és megoldja mindig a holnapot. Thank you.
rövid történet, az egyik ma délőtt hallotta őt, Hédikétől. Halasát ismerik őt, talán mások is. Elmondta, hogy hogy halt meg az édesanyját. Amikor megérkezett a lánya Amerikából, örömébe meghalt. Valami tragédia, hogy találkozunk, és aztán megáll az anyuka színe, és mégis valami fantasztikus élmény, hogy megvárta, még csak fantasztikus élmény, hogy együtt lehettek. Aztán egy jelenet jutott eszembe, ami három napon ezelőtt történt. Postára mentem, és a posta előtt ott az aszfalton egy embert próbáltak újraéleszteni. A mentősök a gombokocsival érkeztek, és mindent megtettek, ami megtehető. Láthatóan sikertelenül. Aztán bementem a postára, intéztem a programot, jöttem kifele, még mindig tartottam mesterséges megeszkedés. Persze, semmi értelme nem volt már. Kérdeztem a mentevőt, hogy mi történt. Valaki tudta, azt mondta, hogy ez az ember itt áll sorban. Vártam nyugdíját, és amikor megtudta, hogy nem jött meg a mai napon a nyugdíj, akkor megállt a szíve. Az egyik örömében, a másik a tühében, vagy bánatában, de mindketten elmentek. Véget ért valami, nem egy hangverseny, hanem véget ért az élet. Az élet sokkal rövidebb, sokkal törékenyebb, mint ahogy gondoljuk, és egy pillanatról a másikra véget érhet. Ma egy rövid SMS-ből lehetett értesülni arról, azt hiszem itt valami kedves buszvezetőnk, mi is volt abban az SMS-ben, hogy elmondanád. Hol is történt Olaszhoz meg a talán? Svájcban. Buszvezetők egymás között ugye szoktak ilyen üzeneteket továbbítani, hogy lehessen tudni, hogy mi is van. 150 méteres szakadékban egy busz. Néhány nappal ezelőtt a Tiszához ugrant egy busz. Emlékszünk rá, talán hárman túlélték, hárman kiúsztak. A többieket azóta keresik, a Tisza ott nagyjából 30 méter mély. Ha buszra ülünk, ha autóba ülünk, ha gyalog megyünk, és egyáltalán hozzá, hogy élünk, ki vagyunk téve a halálnak. Persze én most nem erről szeretnék beszélni, de nagyon megjegyed az utolsó ének, készen állsz-e már. Bizony, soha nem tudjuk, hogy mikor kell átlépnünk azon a keskeny kapun, ha tetszik, hisz ugye a halált csak képekben tudjuk leírni, amelynek a túloldalán igazából mi van, hát arról fogalmunk sincs. Mindenki úgy gondolja, hogy sötétbe lépünk. A keresztény ember úgy véli, hogy lesz folytatás. A nem hívők úgy gondolják, hogy mindennek vége. És attól függően, hogy ki ilyen egyházhoz tartozik, vagy nem tartozik, van valami elképzelés a dolgokról. De olyan keveset foglalkozunk ezzel a témával, pedig meg kell barátkoznunk vele. Amíg az ember fiatal, addig úgy gondolja, hogy örökké jönni fog, és készít nagyon
hatással a város jelző. Aztán egy kicsit arra gondolunk, hogy nem volt egy egyszerű történelme a városnak, hisz ugye a kunok annak idején, a mi őseink, aránylag kemény fejű emberek voltak, elég gyorsan elmagyarosodtak, nagyjából 200 év kellett ennek. Aztán elkezdtek itt ezen a homokon valamit csinálni, közbejöttek a törökök, minden település a környéken megszűnt, de hát ez a törököknek is tetszett, így hát megmaradt, megköltöztek inkább a városba. Mindig csodálom azokat, akik ezen a homokon különös dolgokat tudnak művelni. És azt is csodálom, hogy időnként az unokák folytatják a nagypapák mesterségét. Mai tevéd után kaptunk egy olyan finom almát, amiről nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy jelenleg a világ legjobb almája. És talán azt sem mindenki tudja, hogy ilyen szomatos alma sehol másodt a világon nem terem. Hát ezt én azért merem mondani, mert a világon sokfelé megkóstoltam már almát, és amikor először kóstoltam nyugaton nagyon híres almákat, és hogy az volt az érzésem, hogy nem is alma ez, amiből úgy beleharaptam. Szóval tényleg így van. Nagyon értékes ez a föld, és nagyon értékes ez az ország, és nagyon értékes ez a nép. Sokkal többet kellene megtennünk magunkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért, mint amit teszünk. És nagyon szép az a templom. Az a templom, amelyik egy másik, igazából romos épület helyett épült. Délután elkanyarodtunk a régi mász felé, még jöttünk vissza fel a Csipkeháztól, kicsit ránéztünk, hogy kívülről, persze kicsit nosztalgiával is, de ez mindig így van. Aztán az ember arra gondol, hogy igen, hát így cserélődnek a dolgok. Az az imaház a 19. század végétől szolgálta a hívőket itt. Ennek a gyülekezetnek az első lelkipásztora Seres Sámuel volt, aki itt lakott ebben a városban, és kb. 60 településen gondoztak baptistákat. A délvidéket is beleértve Szabadkától még jóval délre. Aztán az első olyan lelkipásztor, aki igazán ide telepedett és Kiskunhalassal törődött legtöbbet, talán emlékszünk a nevére, Somogyi Sándornak hívták, ő 1906-ban iratkozott be a teológiára, és a legelső évfolyamban végezte el ezt az akkor alakult iskolát, aztán Kiskunhalason telepedett meg, egyébként Zsolt-Hatkerti származású volt, és eltöltött itt egy csomó évet, több évtizedet. Nemrégen írtam egy könyvben, most van a nyomdában, hát ebben benne van ennek a Somogyi Sándornak a mennyegzős képe. Valaki szeretne régi szép magyar ruhába öltözött lelkipásztort látni, hát ezt a képet érdemes megnézni, mint ahogy sok-sok ilyen régi kép benne van. Eszembe jutott, és amikor az ember halasja, akkor hogy ne jutna eszébe, meg ha a gyerekkorát itt töltötte, néhány olyan régi, tipikusan kun arc, olyan idős testvérek, akik ebben a gyülekezetben nagyon sokat dolgoztak. Délőtt kérdeztem egyet-kettőt, hát most nem arra kérdezni, csak hogy említem a neveket, mondjuk a Károly Pista bácsira, biztosan még emlékeznek hárman. Aztán a Rabcsányi bácsira talán emlékeznek néhányan. Azokra a tanyákra, meg azokra a tanyasi istentiszteletekre, ahol bizony sok-sok kilométer gyaloglás után vették el a Bibliát, és kezdték el tanulmányozni. Az első lelkipásztor után, akik következtek, Maróti János, hát őnál én is jól emlékszem még, aztán az én nagyapám is volt itt lelkipásztor, ott a bátyám volt itt lelkipásztor, Szeveni Olivér, és hát a mi családunk is innen indult el valamikor, amikor én 12 esztendős voltam, és már az Erzsébetiek nevetnek, mert amikor a városba járunk busszal, és mondom, hogy ebben az iskolába jártam, meg abban az iskolába, meg a harmadik iskolába, valaki úgy gondosan megkérdezte, hogy hogy csináltad, ezt még kellett mindig másik iskolába menni. Hát benne volt a kérdésből, hogy ugye persze hát kicsapták az egyikből, ment a másikba. Győzőítő, hát együtt kezdtük annak idején a központi általános iskolába.
iskolába, és Huszár tanárbácsi, vagy tanítóbácsi okított bennünket az írásra. Nem volt egy egyszerű művelet. Emlékszem rá, talán másodikos lehettem, amikor úgy letöttem, hogy én nem fogok tovább olvasni. Ez egy olyan dolog, amit nem érdemes csinálni. Aztán mondtam az édesapámnak, édesapámnak, hogy nem látok ilyen rendesen. Nálunk édesapám vette az ilyen dolgokat komolyan, csak mondta, hogy hát akkor el kell menni az orvoshoz. El is mentünk, nem tudom, hogy mit beszéltek az orvossal, de nekem megvizsgálták a szememet, és az orvos itt egy szemüveget, föltettem a szemüveget, és hát itt nem láttam bele. De kötelező volt oldani a szemüveget, és itt oldani egy darabit, és nem vallottam be, hogy azzal semmit nem látok, szemüveg nélkül viszont tökéletesen. Szóval kénytelen voltam a szemüveget egy idő után letenni, és muszáj volt megtanulni, rendesen olvasni, írni, és a többi. Szeretnénk megmenekülni a problémáktól. Hát igen, ez egy különös emberi tulajdonság. Kiskóval az, hogy biztosan szeretnénk, hogy ez a templom már teljesen kész lenne. Milyen jó, hogy varázsunk egyre valahogy befejezni. De hát az élet nem ilyen. A 94. Zsoltárban van egy csodálatosan szép vers, amely így hangzik. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátorodhoz közel sem férhet csapás. A felségest hajlékodnak. Annak idején az Ószövetségi ember úgy gondolta, hogy templomra nincs szükség, és nincs volt. Isten együtt járt a néppel, olyan olyan formában, és ahol ott volt Isten, és ott volt a nép, az templommá vált. Akár puszta volt, akár éppenséggel Kánaán földje. Mi azt hiszem, hogy sokkal jobb helyzetben vagyunk most, abból a szempontból, hogy itt már van templom. És ez a templom szinte teljesen kész. Isten itt lehet ebben a templomban. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, akkor elkerül téged a veszedel. Holmási nagypapa annak idején, kb. 30 évvel diktált nekem egy kazettára, ez is bennem van ebben a könyvben. Amikor az első világháború egyik legnagyobb csatájáról esett szó, és talán a máshol ment történelemből tudjuk, hogy bizony ez az olasz fronton volt, és Tobertónál volt, a nagypapa ott volt katona, 250-en voltak abban a században, 3-an maradtak életben. És akkor tessék arra az ígére gondolni, amelyik így hangzik, tollaival betakart téged, énekelt a kórus, számolyat oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége, nem kell félned a rémségettől éjjel, sem a sokakban hintól nappal, sem a hopályban loboz tömvíztől, sem a télben pusztító pagánytól. Ha ezredesnek is elmeredted és tízezben dobott felül, téged akkor sem ér el. Ilyen oltalmat biztosít nekünk Isten. Aki a felséges helyekében lakik, amit nem adom árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és várom Istenem, akiben bízom. És még egy vers, 90. Zsoltárból, amit ha ma itt van valaki, aki református, pontosan tudja, hogy hogy kezdődik a református Zsoltár, te benned bíztunk helyi fogva. A mi újfordítás a Bibliánkat, amikor te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Azok a nemzedékek, amelyek előttünk jártak, hagytak ránk örökséget, és nekünk ezt az örökséget meg kell becsülnünk. Kisebb a dolog, mint az övéké, ők megteremtettek valamit, nekünk meg kell őriznünk. Ti feladatot, hogy egy iskolahason nem kicsi, meg kell fejezni a templomot, építeni kell a gyülekezetet. És ugyanígy van ez mindenütt a világban. Isten azt várja tőlünk, amit ránk bízott. És azt várja tőlünk, hogy ez a templom megteljen, azt várja, hogy szent zene, szent ének hangozni, azt várja, hogy itt képes legyen nekünk olyan áldásokat adni, amelyek megkönnyítik a mi életünket, hogy képes legyen kiárasztani ránk az ő gondviselő szeretetét. Amikor imádságra hagyjuk a fejünket, ezért imádkozzunk, hajtsuk a fejünket. Mennyi Atyám, köszönjük neked, hogy gondolunk.
hogy van ránk, és köszönjük, hogy a szent zenében, a te ígédben különös módon szólítasz meg bennünket. Köszönjük, hogy te benned bízhattunk, és bízhatunk elejétől fogva. Köszönjük, hogy ebben a városban megáldottad mindig azokat, akik bíztak benned, és köszönjük, hogy állhat ez a ma emlék. Segítsd meg a gyülekezetet, segítsd meg ezt a várost, hogy minden, amihez hozzátezdenek, az befejeződjék. Elmegy mindnyájunkat, akik ezen a mai napon itt valamit próbáltunk tenni a tenni dicsőségedre. És segíts nekünk, hogy ez az ajándék nap, amit tőled kaptunk, ez a napsugaras, szép tavaszi nap, ne egyszerűen emlék legyen nekünk, hanem vigyük el magunkkal, a mi szívünkben a te megszólításodat is. Szolgálunk, előállnak valami pompás lakoma kellékeivel, hogy
hogy lehet visszaadni, hogy micsoda változat van mögöttük, azt mondta, hogy nézni is teher. Hát azon gondolkodtam, hogy erre a délutánra fölkészülni nagy munka lehetett. Meg azon is gondolkodtam, hogy a harmónia az nem már előcsapunk magától. Magától természetszerűen a rossz, a keveredés, a káosz az, ami előáll, a harmóniát azt valaki teremti. Például egy énekkarnál az énekkarvezető, vagy a dallamszerzők. A harmóniát az életben is valaki teremti, az Isten. És nagyon örülök neki, hogy ezt a harmóniát éreztette velünk a gyülekezet, és ennek a harmóniának a teremtőjére rámutatott az énekkar éneke, és az ige hirdetés is. Köszönjük szépen ezt a gazdag délutánt, és még mielőtt azt mondanánk, hogy kellemes utat kívánunk haza Erzsébetre, előtte szeretném azt hirdetni, hogy egy kis frissítővel, egy kis szeretett vendégséggel látjuk még vendégünk, kedves vendégeinket, kérjük, hogy ezt fogadják el, és csak utána menjenek el. Még énekelni fogunk egy közös éneket. Benne van a régi énekeskönyvben is, meg az újban is, a régiben, ha jól emlékszem, az 511-es, az újban a 323-as, de leginkább benne van a fejünkben, meg a szívünkben. Szerintem egész jól fog menni kívülről is, mert elég kevés énekeskönyvünk van. Nagyon szeretnénk egy Jézus oly sokat tett életben kezdetőjének, aminek visszatérő gondolata, hogy hát én értem, mit tettem. Miután átvettük azokat az áldásokat, amikkel mások készültek, amiket az Isten előkészített nekünk, azért tegyük fel ezt a kérdést, hogy hát én értem, mit tettem. Ez legyen záró énekünk, és a befejező ének alatt, ahogy ezt délelőtt is tettük, és mindig szoktuk tenni, a gyűjtésünket megtartjuk. A gyűjtés senkire nézve nem kötelező, de a Biblia azt mondja, hogy a jó kedvű adok azon, hogy szeretem az Isten. Tehát a 323. éneknek mind a négy verset énekeinkkel fennállnak a közösség. Thank you.
végül pedig az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Köszönjük az otthon maradt testvéreket és a gyülekezet másik felé.